Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ezzel a videóval, nem is tudom, február 12-e van. Ezzel a videóval szeretném megnyitni a csatornámat. Engem Dávidnak hívnak. Egy 270 hektáros gazdaságban dolgozok. Nagyjából mindenes embernek vagyok itt. Erről fogtok majd főként videókat látni. Bízom benne, hogy minél többet. Most van 9:30, reggel kezdtük a munkát, most jövök ki a marhákat megetetni. Erről láthattok most egy videót majd. Angus marhák vannak. Őket tartjuk. És hát heti kétszer szoktak kapni szénát, van három etetőjük. Heti kétszer szoktak kapni, így általában hétfőn és pénteken, ez kitart nekik. Ez a téli legelőjük, egy 4 hektáros legelő. Itt vannak etetve, nyáron ki vannak engedve egy 11-2 hektárosra. De ott etetés sincsen nekik. Szabadon vannak, fű az van bőven. Legelnek, amint elfogy a fű, akkor viszont ősszel jönnek be, és itt vannak. Megnézem a kameraszög, remélem jó lesz. Jónak tűnik. Ha mégsem jó, akkor azt írjátok meg nyugodtan, hogyha valami nem jó, vagy ha a hang nem jó esetleg. Ilyen szénáltetőjük van, három darab. Ezeket most megtöltjük, mindegyikbe rakunk egy-egy bálát. Ez a fűszéne itt, ez azért van félre rakva, mert kicsit megázott és nem olyan jó minőségű. Ebből néha-néha egyet adunk nekik, akkor is a rossz elrohadt részt azt ledobjuk róla. De itt van ez az első osztály lucerna széna, ez jól sikerült, és ezt ők is nagyon szeretik. Van egy darab bika, 12-13 darab tehén. Plusz ugye a szaporulat. Kettő kivételével már mindegyik megellett. Még azt a kettőt várjuk, és akkor utána körmözni kell őket, csak hát így nem merjük végighajtani őket a palodán, a rendszeren, mert nehogy megsérüljenek, aztán valami baj legyen velük. Igaz? Ő a Patrik. Ő született most utoljára. Aranyosak. Igazából szelidek is, kézből is lehet őket etetni. Na. Szóval kést. Nagyon egyszerű az egész. Felszoktam vágni a bálát. Ugye kétharmadát. Feltűröm a hálót, hogy amikor teszem be, akkor ne szoruljon alá. Így. Ide be van fűzve. Mondjuk jó hülye voltam, hogy támcsizmába jöttem ki, mert itt azért vannak veszélyes elemek. Fasza. Thank you.
még fogom egy kicsit, villával óvatosan beljebb nyomom, és akkor kényelmesen be tudom csukni az ajtót is. Ezek ilyenkor már jönnének enni azonnal, pedig aztán mindig kapnak kaját, nem szoktak éhezni. De hát nem hízlalt egyébként. Így. Szavasz! Gazdaságban rajtuk kívül még van 7 darab mangalica, csak saját felhasználásra. Na hello, vigyázz egy kicsit! És igazából ennyi lenne az egész. Na, ezt le is kell szedni róla, mert ez nem jó. Egy kicsi vizet kapott. De egyébként ők nem eszik meg a penészt, vagy a penészeset, a rohadtat. Azt vagy benne hagyják az etetőben, vagy úgy, ahogy én, kiszórják ide a földre. A bálákat mind saját magunk csináljuk. Most még van egy olyan, hát tavaly év az elég jó volt ebből a szempontból. Ne edd meg, hülye! Mert elég sok bálát tudtunk csinálni. Most még van szerintem egy olyan 150 lucerna, ami azért jócskán nem fog elfogyni. Igaz? Na, itt vagyok, csak közben problémáim akadtak a technikával, annyira nem a barátom. Még meg kell tanulnom ezt a kezelést. Na, kiveszem ezt a bálát, valószínűleg az a szalma le is fog esni. De megpróbálom úgy, hogy tartsa a ponyvát tökéletes. Nézem a tükröt, ja nincs. Hát ott balfasz voltam, azt kitörtem, megmondom őszintén. Éppen trágyáztam ki a marháknak a tetője alól. Aztán olyan szűk volt a hely, hogy belefutottam egy leütésesbe. Ne hozzáért az oszlophoz. Abban a pillanatban el is robbant az üveg. Hát, megesik az ilyen. Ilyenkor magunk védelmében csak annyit szoktunk mondani, hogy csak az hibázik, aki csinál is valamit. Hát én most csináltam. Jó. Továbbiakban is fogok majd videózni, vagy hát videózni, készíteni egy pár videót és feltölteni YouTube-ra. Akkor főként a talajmunkákról, a szántástól az aratásig minden lesz, amit csak akartok, minden lesz. Egyedül permetezésről nem, azt nem én csinálom, nem is szeretném én csinálni. Egyébként minden. Lesz majd szerintem egy kicsi műhely, hogyha valami javítás van, vagy valamilyen műhely munka, de többnyire kint a földön fogok videózni. Itt fogunk aztán mindent csinálni. Na, ez meg olyan kemény, nem megy bele. Tényleg a talajelmunkálástól, a vetésig, az öntözésig, szinte minden, ami van. Itt az állatokról lesz egy-két videó, ugye most kezdésnek ezt az etetést, bemutatkozásnak mégiscsak valami legyen. Ott már habzsolnak, mintha muszáj lenne 10-20 állat körbeáll egy etetőt. Mindjárt adok nekik ebbe is. Akkor egy kicsit osztódnak. Azt ugye itt van egy kerítés, ide le tudjuk őket választani. Itt van bennekik a fekhely.
ott be van szépen szalmázva, és a kerítésen belül is van nekik egy etető. Hát oda csak akkor szoktak bemenni, amikor már itt elfogy. Egy nap alatt egyébként kiesznek egy etetőt, egy körbálát. Nem is tudom mekkora, 150-es bála, azt hiszem. Ennyi állatnak egy nap. Ja, úgyhogy... Ha lesznek videók, akkor főként a... Főként kint leszünk a földön, kinti videókat fogok kirakni, talajmunkákat, szántástól mondom az aratásig minden lesz, remélem. Most a következő munkák, ugye így a tavasszal fogunk műtrágyát szórni a szántásokra, simítózni, gabonákat hengerezni, gyomfésűzni, gyepkezelés, ugye lucernáink is vannak, akkor legelők, ezeket mind kezelni kell, gyepboronával, meg gyomfésűvel, hengerrel, úgyhogy azért van munka bőven. Ezt muszáj beláncozni, mert olyan marha dögök, képesek alányúlni, kinyitják az ajtót, aztán utána ebbe vakaróznak, ezt már többször kellett hegeszteni, mert letörték. Marha egy dögök ezek. Oké, és... Ott az alja egy kicsit penészes, ezt mindjárt kiszórom. Szerencsére nem vészes, csak pár centi. Hú, de az borzik rendesen. Ezt nem kell, hogy megegyék, nem kell, hogy betegséget elkapjanak. Itt már jó illata van. És akkor harmadiknak kapnak egy fű szénabálát a fenti etetőbe, és akkor meg is vagyunk. Mint akik egy hete nem kaptak enni. Meg ott hagytam fönn a bálán. Fasza, akkor azért vissza kell mennem. Így már be tudok menni. Meg ott egy kicsit lejjebb nyomom. Aztán egy szép bálát kiszedünk innen. Ezeknek az alját el kell dobni. Ami fölázott. Nem is tudom, ez jobbnak néz ki, igaz? Azzal kell vigyázni, hogy a háló szét ne szakadjon, mert azért a földön az egerek alámásztak jócskán. Jó. Aha, egy kis lyukat tettek bele.
visszahúzom a villanypásztort, aztán megyünk a késért. Csak ma ott teszik az a kettő. Ezt nem szoktuk egyébként kaszálni. Ezt maximum leszoktuk zúzni, mert olyan kevés fű szokott rajta lenni. Most nyáron, amíg kint voltak a nagy legelőn, felnőtt annyira ez a fű is, hogy azért erről a 4 hektárról is tudtam összeszedni egy... Hát nem akarok hülyeséget mondani, szerintem egy 10 bál a környéke, ami lejött róla, ami extra. Nem szokott ennyi lenni. Na! Akkor most jön a fekete leves, mert a rengeteg őszi csapadék, meg téli csapadék miatt annyira fel van ázva az egész, hogy itt konkrétan térdig érő a dzsuva. Pedig minden évben szoktunk ide földet hozni, feltölteni. Kavicsot nem szoktunk, pedig az lenne a jó, de ki tudja jövendőben mi lesz itt. És nem akarjuk kavicsot feltölteni a földet. Egyszerű az egész, ide betolatok. Szárazon kiszállok a szalmára. Itt az jó mély halom van, nekik ide szoktak befeküdni, hogyha szél van. Ott van egy mágnes, néha megfogja a kaput, most lehet, hogy tökéletes. Sose sikerül ilyen jól. Vannak fent kamerák, szoktuk figyelni az állatokat, látszik az etető is, kint vannak-e vagy bent. Meg már két alkalommal láttuk, amikor itt benne lett a tehén, ugye vissza lehet nézni egy bizonyos időt, és láttuk, amikor született a borjú, úgyhogy nem egy rossz dolog. Hát látszik, ennyire meggyúrtuk a télen. Nem normális, hogy mennyi sár volt. De majdnem lemászott innen. Parkunkon, úgyhogy érdekesek lesznek majd a videók, biztos sok embernek tetszeni fog. Remélem lesz olyan is, amit esetleg tanulságos, meg remélem a kommentek alapján én is fogok tudni majd tanulni másoktól, hogy ki hogyan látja éppen a dolgokat, amit csinálok. Úgyhogy nagyon szívesen fogadom, hogyha hozzászóltok. Kesztyűt nem ártott volna felvenni, nem? Itt van a zsebemben egyébként. Hát... ehhez veszek is fel, mert ezt le kell dobnom mind róla. Ez szemét. Ez nagyon fölázott. Mindjárt beteszem az etetőbe, és akkor kiszórok mindent. Na szóval, marhák etetése ennyi lett volna.
megköszönöm, hogyha megnézted a videót. Remélem, hamarosan találkozunk újra. Hello!